Akkor most gyorsan megmutatom a végét ennek a halmazba rendezősnek. Tehát betöltöm az utolsó választ is. Azt gyorsan megmutatom, hogy ha véletlenül megnyomtam az új válasz lehetőséget, de mégse kell, akkor bármikor X-el azt levehetem. Ugyanígy, ha véletlenül raktam hozzá halmazt, még esetleg nevet is írtam neki, de nem kell, akkor azt bármikor eltüntethetem, és az X megnyomásával. Előbb azt rontottam el, hogy volt egy olyan megoldásom, hozzáadtam még egy válasz lehetőséget, és az üres maradt, ilyenkor nem engedi elmenteni. Ilyenkor írja ki, hogy nem lehet a válasz üres. Tehát ha ezt kiveszem, akkor elvileg megvan a két halmazom, benne a válasz lehetőségek, és most akkor menthetek. És el is mentette. A feladat alapvetően ide kerül ezekre a deszkákra, az asztalra, és innen tudom behúzni őt abba a nehézségi szintbe, amit megálmodtam neki. Mindig csak a fő feladatokat, az A feladatokat húzzuk be ide. Most létrehozzuk a segítő kérdést, ez szintén egy halmazba rendezős. Új feladatot készítünk, ez megint csak halmazos lesz. Itt megjelenik a B, hogy ez egy segítő kérdés. Megnézem, hogy hány perc, 2 perc, és itt a szöveg. És ez 2 perc. A szöveget ide beillesztem, és itt látjátok, hogy nem fér ki a szöveg. Tehát itt csak a elejét tudtam a szövegnek beszúrni, idáig. Azt már, hogy figyelj arra, hogy stb. Ami a segítség, azt már nem tudom beszúrni. Ami elég nagy baj. És akkor itt ugyanúgy létrehozom ezt a halmazos szerkezetet most. Megint beteszem a space-eket. Ez az első halmazom. Halmaz hozzáadása. Jön a második halmazba való. Nem, először a halmaz neve. És itt megint a válasz lehetőségeket szépen sorba fölvesszük, átmásoljuk. És utána ki kéne próbálnunk a feladatot. Ja nem, először még összerendezni a feladatot. Hogy a mellékfeladat, a segítő kérdés mikor jelenjen meg, mikor ismételjen, stb. Jó, és akkor elvileg kész vagyok, ezt elmentem. Ez egy mellékfeladat. Itt marad addig, amíg nem teszem máshova. Ha most újra behívom a fő feladatot, szerkesztésre, törlésre és tesztelésre mehetek.
a szerkesztésre megyek, akkor itt alul megjelenik az a feladat, ami a mellékfeladat, ami kint van itt az asztalon. Berakok egy ismétlést, berakom a mellékfeladatot, és berakok még egy ismétlést. Most már csak a PDF hiányzik. Most mutatom, hogy a PDF-et hogy hozom létre. Bemegyek a PowerPoint-ba, kérünk egy újat, egy üres prezentációt. Nem is kell egyébként nekem ez a főcímdia, majd mindjárt mutatom, hogy csinálom meg. És a Józsefnek a feladatának a C részére, a magyarázat részére megyek, ez itt van, ennyi itt a magyarázat. Itt nincs kép, ez most nekem fontos, hogy nincs kép. Kimásolom, Ctrl-C, és beillesztem a PPT-be, PowerPoint-ba. Ez a dia nekem nem kell, kérünk egy újat, ami teljesen üres. Ezt ki is törlöm. És ide beillesztjük. Itt még akár szét is húzhatom úgy, ahogy nekem tetszik, odaillesztem, ahova nekem tetszik. És akkor itt van egy magyarázat. Ezt elmentem, nagyon vigyázzatok, hogy PDF-be mentsetek, különben nem tudjátok behúzni. Tehát nem PowerPoint prezentációba, hanem PDF-be. És a PDF-nek megint csak fontos lenne, hogy ugyanaz legyen a neve, ami az eredeti feladaté. Ctrl-C. És ide ezt beírjuk. És jó lenne, még ha itt a címként is megjelenne ez. Ehhez majd fogok nektek sablont adni, hogy egyszerűbben meg lehessen ezeket csinálni. Jó, ide pedig beírjuk a feladatot. Mi volt? 1, 2, 11. Én ezt most csak azért írom föl, mert így a gyereknél láthatod, hogy melyik az a feladat, aminél segítségbe olyan szinten belement, hogy a magyarázó szöveget is meg kellett néznie. Ezt elmentjük, ja, ez a dia nem kell. Nem jól mentett el, mert megint PowerPoint prezentációnak mentette, tehát PDF, fölírom, és akkor ezt még idején be fogom illeszteni. Ez megint egy új feladat, PDF, és itt képtelen vagyok megjegyezni. 1, 2, 11. C, és ide feltöltöm a PDF-et. Ez az, megnyitás. Jó esetben föltölti, erre egy picit kell várni. Na most nagyon-nagyon gyorsan föltöltötte. Ezt elmentem, megint ide kirakta az asztalra, és
bemegyek szerkesztésre az eredeti feladatba, a fő feladatba, és a végére behúzom ezt a PDF-et. És akkor teljesen kész vagyok ezzel a feladattal, amit most létrehoztuk. Még egyszer megmutatom, hogy tehát ide alulra beraktam egy ismétlést, beraktam a segítőkérdést, újabb ismétlés, és a legvégén a PDF-et.